Sziasztok, én először járok Tájföldön, ezért adtam azt a címet a videósorozatnak, hogy Tájföld, ahogy még nem láthattad se te, se én. Így 10-11 nap után azt tudom mondani, hogy oda vagyok ezért az országért, meg az esernyős tájföldiekért, talán csak egy negatívumot tudok mondani. Itt az ember vagy szétsül, vagy megfagy, középút talán nincs is. Hogy mire gondolok, arról majd később. Az előttünk álló 5 epizód remélhetőleg választad majd arra, mitől olyan lehengerlő és magával ragadó ez a 65 milliós ázsiai ország. Keresztbe kasul bejárjuk majd a mindig vibráló az építészetében, kultúrájában és ételeiben is egészen színes főváros Bangkokot, és felfedezzük az egyik legelegánsabb bangkoki hotelt is. Majd irány a világ számára néhány éve még teljesen elzárt területnek számító Kambodzsa, ahol a fő téma természetesen a híres neves Angkor Wat lesz, de emellett betekintünk egy vízen élő falu lakosainak az életébe is, és még egy mini hogyan készül videó is összejött egy Siam Hernyó farmon. Kambodzsából aztán vissza Tájföldre, de immár az ország déli részére. Ezúttal szándékosan nem esik majd szó olyan picit talán már túl hype-olt helyekről, mint például Phuket vagy Phi Phi Island, helyettük inkább két talán kevésbé felkapott, de hasonlóan szép sziget, Koh Samui és Koh Tao mutatkozik majd be, gyönyörű tengerpartokkal és szintén gyönyörű hotelekkel. Az utolsó rész aztán ismét a fővárosi Bangkoké, megnézzük, milyen elképesztő showval és felhajtással ünnepli a városban lakó csaknem 4 millió kínai a kínai holdú évet. Na de kezdjük az elején. Bangkok Budapestről repülővel közvetlenül nem érhető el, mi Moszkván keresztül mentünk egy elég késői, konkrétan az aznapi utolsó géppel. Ennek megfelelően a reptér elég kihalt volt, mint ahogy a moszkvai is. Moszkvában az éjjeli időpont ellenére azért néhány üzlet nyitva volt, hajnalra aztán a reptér is tele lett, mint ahogyan a Bangkokba induló gép is. Aki tudott, aludt, aki nem, az legalább láthatta a Himalája vonulatait. A 9 órás útnak és a föld mozgásának köszönhetően ismét este volt, mire Bangkokba érkeztünk. Az itteni a világ egyik legszebb reptere, de egyben az egyik legzsúfoltabb is. Az ember onnantól, hogy leszáll a gépe, tulajdonképpen minden pillanatban rácsodálkozik majd valamire Tájföldön, ez cseppet sem túlzó kijelentés. A taxisofőr például kezdésnek úgy tűnt, mintha a saját helyére rakta volna be a bőröndömet, de a helyzet egyszerűen csak annyi, hogy itt baloldali közlekedés van. Arról, hogy milyenek a tájok, már a sofőrünk is teljesen hű képet mutatott, nagyon jókedvűek, közvetlenek, barátságosak. Természetesen megkérdezte, honnan jöttünk, és mikor mondtuk, hogy Magyarországról, akkor felcsillant a szeme. Yeah, yeah, I know, Hungary, I know. I see TV, Hungary, I know. News. Hogy pontosan miket hallott a hírekben rólunk, azt nem fejtette ki, viszont azt elmondta, hogy úgy tudja, a magyar foci a világ egyik legjobbja. Nem igazán tudtam, hogy ez a túlzott kedvesség vagy a tájékozatlanság számlájára írható, de ez az infó sokkal kevésbé volt meglepő, mint az, hogy sosem hallotta a világ talán legismertebb Bangkokról szóló számát. Amit látható, gyorsan megkedvelte a számot, és az első pirosnál le is mentette magának, onnantól pedig már ez ment végig. Nagyjából 40 perc autózás után pillantottuk meg a hotelünket, Bangkok egyik legmagasabb épületét, az 5 csillagos Lebua State Tower-t. A sofőrünk a bejárathoz érve már annyira feldobódott a zenétől, hogy vagy 5-ször elismételte az ország nevét, ahova érkeztünk, plusz párszor a hotelét is. Highland. Okay. Yeah, yeah. Man. Thank you. Welcome. Lebua. Okay, man. Okay, thank you. I pay, okay? Okay, you pay. A lényeg. Sawasdee krap, welcome to Lebua.
Az új barátomtól picit szomorú volt a búcsú, de a Lebu a hotel gyorsan felettette mindezt. Az elsőre látszott, hogy a hotel nem véletlenül tartozik a legfelső kategóriába. A szobánk egyébként a 22. emeleten volt. Ez nagyon szép. Hivatalos nevén a Lebuet State Tower a világ első vertikális vagy függőleges látnivalójaként hirdeti magát, és tény, hogy Bangkok felhőkarcolói közül is szépen kiemelkedik 65 emeletével és 244 méteres magasságával. Ami viszont igazán különlegessé teszi, az a tetején található skybar. Elképesztő kilátás és elképesztő koktélok, méltó zárása volt ez egy elég hosszú és kimerítő napnak. Egészségetek! Na jó reggelt kívánok! Ilyen a kilátás napközben a szálloda teraszáról. Ez ugye a 22. emelet. Nagyjából 10 óra van most. Nagyon füllet már most az idő, de ami még inkább érzékelhető, ez a nehéz, smogos levegő. Ez azért, ehhez majd hozzá kell szokni. A reggeliző a szálloda 15. emeletén található, épp ott, ahol egyébként az uszoda is. Az étterem stílusában is nagyon magával ragadó, és nagyon passzol a szálloda atmoszférájához, az pedig minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy még reggelire sem igazán lehet olyan ételt kérni, amivel itt ne tudnának szolgálni. Elég nagy volt a kísértés, hogy reggeli után inkább az úszodát vegyük célba, de maradtunk az eredeti tervnél, azaz a város felfedezésénél. Egy külföldi túra első programjai közé tartozik többnyire a pénzváltás, most sem volt ez másképp. Tájföld pénzneme egyébként a baht, ami nagyon egyszerűen számítható át fejben forintra, hisz egy baht körülbelül 10 forintot ér. A városon belüli közlekedés egyik fő eszköze a szinte bárhol, bármikor rendelkezésre álló háromkerekű motor, a tuk-tuk. Gyors, kényelmes és viszonylag olcsó is. Bangkok legfontosabb turisztikai látnivalója az ajánlások szerint a Grand Palace, ezt vettük először célba. Mivel a palotát talán hajóval a legegyszerűbb megközelíteni, a sofőrünk az egyik hajó megállóhoz vitt minket. Bangkok a Chao Phraya, ahogy a megszentelt folyó torkolatára épült, így természetes, hogy a város közlekedésében jelentős szerepet játszanak a vízi járművek. A város ezen része egyébként hasonlít egy picit Velencére, vagy legalábbis a Grand Canalra. A kisebb, jellegzetes helyi csónakok mellett ugyanis menetrend szerint közlekedő, vaporetto-szerű hajók hozzák viszik az utasokat. Bangkok ezen része a régi városrész, itt találhatók a fő történelmi látnivalók és a piacok. Az egyik megálló például a virágpiac, itt mi most időhiányában nem szálltunk le, de nagyon ajánlják a turistáknak, szóval akinek van ideje, az ne hagyja ki. Elég vicces egyébként látni, hogy a matróz az egyes megállóknál hangos sípolással terelgeti a leszállókat, majd kézzel tuszkolja fel a hajóra a felszálló utasokat. A 6 millió agglomerációval 16 millió lakosú Bangkok levegője tényleg nagyon rossz minőségű, errefelé teljesen normális, hogy kb. Minden második-harmadik ember szájmaszkot visel, ekkortájt ráadásul már jöttek az első komolyabb hírek a koronavírus terjedéséről, így még inkább nőtt a maszkot viselők száma. Ők itt hárman a hajó végében buddhista szerzetesek, és ők is a palotába tartottak éppen. A tájföldiek 90%-a egyébként buddhista és mélyen vallásos. Miután leszálltunk, nem sok minden utalt arra, hogy a palota miatt ez itt a város egyik legszentebb része, egy elég zsúfolt és koszos piac veszi ugyanis körül a megállót. Nem tudom, mennyire tudjátok, mennyire nem, de a Red Bull az eredetileg Tájföldről származik, itt van ez az. A logója nagyon hasonlít a mostanihoz, csomagolás már nem annyira, nézzük az ízét. Nagyon hasonlít az íze, nem szénsavas, annyi a különbség így elsőre. Jaj, meg van kupakja. Ahogy az egész országban mindenfelé, itt is, a legkisebb bolt mélyén is találunk ilyen házi szentélyt. A piacon egyébként újra kiderült, hogy Tájföldön még mindig foci nagyhatalomnak számítunk. Hungary, good football in the world. Do you think Hungary is the best? The best.
Good. Tell me one player. Oh. And Thailand? Good. Good like it. Muay Thai. Muay Thai okay. Muay Thai good. Boxing. Football no. Football no. Next time about 50 year. Football okay. Nagyban megy a nadrág biznisz itt a Palota bejáratánál, ide jönnek a külföldi turisták, általában rövid nadrágban, és akkor itt szembesülnek vele, hogy nem lehet bemenni csak hosszúba, vagyis olyanban, ami fedi a térdet, úgyhogy itt több üzletben is árulják a nadrágokat, körülbelül hát a 100 batér. Na, például ilyeneket lehet venni 100 batér. Nem tudom, ez mennyivel jó, mint egy rövid nadrág. A Grand Palace 1782-ben épült és 150 évig volt a táj királyok lakhelye. Tájföld ma is királyság, a királyt és a királyi családot hatalmas tisztelet övezi, úton útféren találkozni a képükkel, természetesen a Grand Palace-on belül is, de ma már nem ez a királyi család otthona. A Grand Palace ma a tájok spirituális központjának tekinthető, a komplexumon belül a legfontosabb épület éppen ezért a Smaragd Buddha temploma, nem túl nagy meglepetésre egy smaragd Buddha szobrot rejt, ezen az épületen belül egyébként tilos kamerát használni. A palota minden szegletére iszonyatos részletgazdagság jellemző, tényleg bárhová fordulunk, valami szépségen akad meg a szemünk. Engem a figurális ábrázolások kimunkáltsága ragadott meg igazán. Az ábrázolások, illetve a különböző szobrok és figurák egyébként részben a tájok nemzeti eposzából, a Rámákkiánból valók. Ezt a csapatot is megihlették a palota figurái, ráadásul voltak olyan kedvesek, hogy engem is bevettek a performanszukba. Hello, nice to meet you! Where are you from? From Japan. From Taiwan. Taiwan, yeah. Taiwan. Okay, I'm from Hungary. Hungary? Yeah, do you know? Yeah, oh, Hungary, yeah, I know. In Europe? Yeah, nice place. Yeah. Bevettek engem sem a nehéz gyakorlatba. What we are doing now? We have no idea. Yeah, it's like a protector. The statue. Yeah, statue. A szobor egyébként, akit utánoztunk, nem más, mint Dvarapala. Dvarapala, aki egy többnyire égetett kerámiából készült harcos vagy ajtónáló, gyakran tűnik fel a buddhista építészetben. Gyakran ábrázolják óriásként, egyébként Bangkok repterén is ilyen formában találkozhatunk vele. Ez volt tehát a korábbi táj királyok lakhelye. A következő részben megnézzük majd, hol időzik rendszeresen a mostani király, illetve felkeressük a Bangkok előtti táj fővárost, Ayutthayát is. Itt kiderül majd az is, milyen egy igazi floating market, avagy egy úszópiac. Visszatérve Bangkokba pedig szétnézünk a város modernebb részein, aztán pedig elmerülünk a gasztroforgatagban, megnézzük, mit kínálnak az oly jellegzetes utcai kifőzdék, és vajon mit adnak egy elegáns hajós vacsorán. A videóm a bangkoki Lebua et State Tower támogatásával készült.